Adatbázisba kerülnek a szerencsejátékosok és lottózók adatai egy újonnan életbe lépett jogszabály szerint. Ezek az adatok egyébként eddig sem voltak minden esetben titkosak. Életbe lépett az a jogszabály, amely arra kötelezi a szerencsejátéktermek üzemeltetőit, hogy adatbázist hozzanak létre és nyilvántartsák játékosaikat. A múlt héten hatályba lépett módosításokat követően már a lottózóknak is fel kell mutatniuk a személyi igazolványaikat. A begyűjtött adatokat 5 évig kell tárolni. A törvény egyébként ellentmond az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR szabályainak. Eszerint az igazoltatott személyek személyes adatait a lehető legkevesebb ideig kell megőrizni. Ez legtöbb esetben néhány hónapot jelent. Vészabó Péter informatikus szerint ugyanakkor a fontosabb érdekek felülírhatják az adatvédelmi szabályokat. Eddig is az ONG-nél az Országos Szerencsejáték Felügyeleti Hatóság az online szerencsejátékok esetében azt kérte az összes operátortól, hogy 5 évig ugyanígy őrizzék meg a személyes adatokat. Ugye, amikor online szerencsejátékra regisztrál valaki, akkor ott meg kell adni a személyi számát, ezt a cserépét. Viszont ez így most sokkal általánosabban és törvénynyelvűvel van védve, nem csak egy egyszerű ONG-nél, egy egyszerű szerencsejáték felügyeleti kérés, hanem egy organikus törvény. Romániában a szerencsejáték működési engedélyhez kötött. A kisebb zugirodák és zugkaszinók illegálisnak minősülnek, ha nincsenek az Országos Szerencsejáték Felügyeleti Hatóság felügyelete alatt. A kocsmákban levő játékgépek sok esetben nem biztonságosak, hiszen nem nyilvánvaló, hogy ki az üzemeltető, mik a nyerési esélyek. A nagyobb cégeknél azonban átláthatóak a szabályok és az általános szerződési feltételek. Adatbázisok ugyan nincsenek, amelyek az összes játékost összegyűjtik. A kaszinóknak ugyanakkor eddig is szükségük volt a játékosok adataira, ha nagyobb összegű nyereményt fizettek ki.